Sok nyíregyházi találhatja postaládájában a polgármesteri hivatal levelét. Az adóosztálya napokban küldte ki a nyilvántartott adózók folyószámla egyenlegét tartalmazó közel 50 ezer értesítést. Szeptember 15-ig keddig lehet megfizetni késedelmi pótlék nélkül az építményadót, gépjárműadót, talajterhelési díjat, helyi iparőzési adóelőleget vagy a tételes iparőzési adót. Utóbbi esetében a kormány által tavasszal életre hívott gazdaságvédelmi akcióterv új szabályokat állapított meg. A korábban megszokott május 31-i határidő helyett az érintettek ugyanis szeptember 30-áig nyújthatják be a 2019. évi iparűzési adóbevallásokat, eddig kell megfizetniük az éves adót is. Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen iparűzési adóban szeptember 15-én van egy adóelőleg fizetési kötelezettség is. Ez nem változott, tehát itt két határidőre kell az adózóknak figyelni. Egyrészt a szeptember 15-i előleg fizetése, másrészt pedig a szeptember 30-ai bevallási és éves adófizetési kötelezettségre is. Az adózók a város honlapján példákkal illusztrált segítséget találhatnak a bevallás benyújtásához és az adó befizetéséhez, de az adóosztály leveléből is hasznos információkhoz juthatnak. Mindazon adózóink, akik még nem adták be a bevallást, körülbelül 3500 adózóról beszélünk, az ő értesítőikben a szeptember 15-én fizetendő adóelőleg értelemszerűen nincs feltüntetve. Itt ebben az esetben, hogyha szeptember 15-ig nem adják be a bevallást, akkor nekik arra kell figyelniük, hogy a március 15-én bevallott adóelőleg az, ami szeptember 15-ig fizetendő, tehát az azzal egyező összeget kell megfizetniük. Azok, akik ennek nem tesznek eleget, következményekkel így mulasztási bírság késedelmi pótlék kiszabásával számolhatnak. Az aljegyző elmondása szerint azonban a nyíregyházi adózók többsége jogkövető. Beszélt arról a gépjárműadóval kapcsolatos változásról is, melynek értelmében a sarcot az önkormányzatok szedik be idén, de várhatóan egészen 2024-ig át kell utalniuk a befolyt összeget a járványügyi védekezési alapba, a központi költségvetésbe.